Ma Magyarországon 23 ezer gyerekről gondoskodik a gyermekvédelmi szolgálat. Ők azok, akik otthonokban élnek, vagy átmenetileg nevelőszülőknél igazi családban. A Lehetetlen nincs a nevelőszülői hivatást népszerűsítő országos kampányt azért indították el, hogy be lehessen mutatni a másért való élet hivatását, mondja Fülöp Attila államtitkár a program szekszárdi állomásán, amit a Babics Központ rendezvénytermében előadásokkal, beszélgetéssel és fellépésekkel tarkítottak. A nevelőszülői programnak a természetes elvárása az, hogy minél több nevelőszülő legyen Magyarországon. Mint egy 5200 nevelőszülővel kezdtük meg a tavalyi évet, szeretnénk, hogyha a program hatására emelkedne azoknak a száma, akik ismerik, akik elismerik ezt a hivatást, és akik adott esetben pedig jelentkezni is tudnak. Van itt egy nyilvánvalóan minden szakmában meglévő előregedés, ennek az utánpótlását szolgálja, másrészt pedig azt, hogy a gyerekvédelemben lévő 23 ezer gyermek minél nagyobb része legyen az, aki meg tudja tapasztalni a családban való felnevelkedés lehetőségét. 2014-ben a kormány bevezette a speciális foglalkoztatási jogviszonyt a nevelőszülők részére, továbbá 2020. január 1-től indul a nevelőszülői GYED. Tolna megyében 131 nevelőszülő 400 gyermeket nevel. A kormány felismerte, mivel nem most, hanem már régebben, de most jutott el szerintem a gazdaság is arra a szintre, hogy anyagilag is tudja ezt a hálózatot támogatni. A lényeg az, hogy minden magyar kisgyermeket megillett a családban élésnek a lehetősége. A Lehetetlen nincs program keretében rajzpályázatot hirdettek a gyermekotthonokban vagy nevelőszülőknél élő gyermekek körében. A Babics Központban tartott népszerűsítő napon a legjobbnak ítélt pályamunkákat is díjazták.